gyorsan megírtam mindent, felolvastam, leteszteltem, az időben beleférjetek, minden egyéb. És most rájöttem, hogy ez egészen kidobhatom. Mert hogy ennyi mindenre kaptunk már választ. Hogy azt mondtam, hogy jó, akkor most újra nézzük a rendszer, bűrökezés van. Mert nagyon sok információm volt, és megpróbálok így reagálni sikerből. Aztán majd lesz belőle, ami lesz. Tehát azért lettem majd a felkérve, hogy a női szerepekről és a női identitásról valamiféle képet mutatjak. Elég nem jön lesz a szinten, hogy előtt megszólalni. Ilyen nagyon rövid előjára annyit mondanék, hogy én erdélyi vagyok. És akárki is kérdezi, mindig erdélyi leszek, Szombathelyen élek. És én hazudnan hazajárok. Tehát úgy, hogy a kettő között valahol elhagyok. És hát itt a család témájában nagyon érdekes az, hogy én nekem van kettő darab gyermekem, egy kisfiam és egy kislányom, vagy inkább azt mondanám, hogy egy kisfiam és egy nagylányom, bár a lányom a kisebb, vagy egy fiatalabb. És egyedül nevelem őket, pontosan azok miatt, az elvárások miatt, amik rá nyomták a bélyegét a kapcsolatunkra, és ennél fogva ez így tönkrement. És hát igazából az én felnőttségem, meg a nemi érésem és a nővé érésem, az szerintem, ha jól belegondolok, az a válásomkor kezdődött. Mert hogy addig olyan rózsaszín ködbe csipke rózsikásan éltem az életemet, tökéletesen ment. Minden, gyönyörű, család, ház, autó, gyerek, projekt, megvolt. És utána azt éreztem, hogy így, mi a következő lépés? Kiüresen. És így rájöttem arra, hogy nem én éltem addig az életem, hanem valaki helyettem élte azokat az elvárások alapján, amiről én azt gondoltam, hogy nekem meg kellene felelnem. És hát ugye jó kislányhoz kislány, ugye jó fiúk a rossz lányokat keresik, a jó lányok meg a rossz fiúkat. Én rájöttem arra, hogy én mindig is próbáltam jó kislány lenni, de szívem mélyén valahol, ugye a jó kislányok azok nem járnak túl jól a történetekben. Tehát, hogy a jó kislány az unalmas, a jó kislány az szögletes, a jó kislány az, hogy él valamilyen fajta életet, és hogy igazából a fiúk is azok az igazi férfiak, vagy legalábbis azok, akik nekem igazi férfiaknak tűntek, azok a rossz kislányokat keresték. És akkor már eleve szerintem ez a nemi felfogásban egy ilyen tudathassat állapot, hogy most hogyha jó legyek, vagy jó vagyok azért, mert azt szeretném, hogy jó legyek, mert mégiscsak az alapvető program, hogy én jó vagyok, az hogy egyeztessem össze azzal, hogy a jó az mindig a rövidebbet húzza. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog történt az életemben, amilyen nagyon-nagyon izgalmas volt. És hát teljesen véletlenül rám talált ugye a gyermekáldás. És hát akkor ugye ez volt az első találkozás a testem. És ez volt az első találkozás egy olyan állapottal, amiről senki nem mondott nekem azelőtt semmit. Tehát ugye már a nemi felvilágosításunk az édesanyám keretén belül azzal zajlott, hogy hát tudod kislányom, hogy időnként a nők menstruálnak, már rég menstruáltam, amikor ő összeszedte a bátorságát, hogy ezt az információt vele megosztam, és hogy úgy azt éreztem, hogy itt velem valami nem jól működik, mert én semmivel nem tudok semmit, vagy hát mindig baráti kapcsolatokon keresztül kapom meg azokat az információkat, amire szükségem van. Ennél fogva gyorsan elkezdtem ezen dolgozni, és hát szüléstámogató dúlává képeztem ki magam, itthon aztán külföldön egyaránt, és hogy az elmúlt 10 évben őket tanítok arra, hogy hogyan tudnak a szülőszobát támogatni. Mert hogyha visszamegyünk egy picit az identitáshoz. Én rájöttem egy nagyon érdekes dologra, és nagyon köszönöm Mónikának, zseniális volt, amit összeraktál, mert hogy tulajdonképpen én iparművész aggyal élek, vagy éltem, mert ez az eredeti végzettségem, viszont rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a szülőszobán egy lelkipásztori munkát végzünk. És ezt egy református lelkipásztor kollégával és jó barátommal, akiknek a szülésüket kísértem, beszéltük meg éppen valamelyik református konferenciában, hogy igazándiból valahol a lelkeknek a pásztorálása és az a mentorálás az most kikopott. És a lelkek egy ilyen lufiba, egy burokba mozgolódnak és próbálnak földelni, de nem tudnak földelni, mert hogy a földtől való összetartása
összekapcsolódás, amit a női vérvonalnak kellene biztosítania, az nincs. Mert hogy a női vérvonal megszűnt. Mert az valahogy olyan nem elég, nem volt elég férfias, mint fogalmazni. Mert hogy az elmúlt években az történt, hogy a férfi minták, azok kezdtek ugye dominánsak lenni, és valahogy a nő agyában, és itt vállalom a saját agyamat is, egy ilyen aprócska kis félreértés zajlott, hogy azzal, hogy a férfiak erősödnek, ez azt jelenti, hogy mi gyengülünk, és akkor egy állandó verseny, egy állandó verseny jött létre, hogy harcoljuk, hogy ki az erősebb. Na de hát el tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk az ősasszony, amikor futkosott a hátán a gyerekkel, az egyik a hátán, a másik a mellén, a harmadik a hasába, és az összes többi körülötte, az azon kezdjen kilózgatni és vitázni, hogy most akkor ki rácigálja haza a mamutot, hogy legyen mit enni. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy mindenki a férfi szerepekre hajtott, és ennél fogva lettek a dominák, és lettek a metroszexuális férfiak. Hogy lassan iskolában dolgozunk együtt, és amikor megkérdezem a gyerekektől, hogy milyen a férfi és milyen a nő, így teljesen összemosódnak a külső jegyek. Mert hogy ugye régen az volt, hogy a nőnek hosszú a haja. Hát igen, de most már nagyon sok férfinek is hosszú a haja. A nőnek a fülbevalója. Hát igen, de most már nagyon sok férfinek is a fülbevalója. Most ilyen különbség. Tehát, hogy úgy lassan a férfi festi a haját, vagy a nő festi a haját, nem is tudjuk. És akkor erre jön a Conchita Wurstnak a példája, ugye, hogy most lássuk azt, hogy ki mi. Most erre egy ilyen rövid, ugye elmondanám, hogy a Conchita Wurst, aki nem ismeri a névnek a jelentését, ugye az virslis kislányt jelent. Tehát, hogy ilyen teljesen uniszexé vált a rendszer, és nem véletlen, hogy nem tudunk igazán nőknek lenni, mert hogy nincsenek igazi férfiak. És nem tudnak igazi férfiak lenni, mert hogy nincsenek igazi nők. Most egy két lehetőség van, vagy elkezdünk fejlődni, vagy ugye a gyerekeinket tényleg rombikba fogjuk létrehozni 50 év múlva, és a szexualitás is bekerül a klinikum mögé. Mert hogy a női alapenergetika az az lenne, kérem szépen, legalábbis szerintem, és itt nem hoztam nagyon sok idézetet, de utána lehet olvasni, abban a kevés szakirodalomban, ami van. Ugye a születésnek, a halálnak, a misztériumainak a követése, a gyermek áldásnak a biztosítása, és ennek az egész a hitben és az alázatban való stabilizálása lenne. Most ez az, amit én nem annyira látok. Mert hogy 150 évvel ezelőtt ugye megszületett egy gyermek asszonykörbe, a férfi megélte a férfiasságát azzal, hogy biztosította neki a szakrális tel. Bent az asszonyok végezték a munkát. Most mi történik? Bekerültünk egy kórházi közegbe, és itt tök mindenki kórházban vagyunk, vagy otthon vagyunk, vagy a piros lámpánál. De a férfi jön, és ő mondja meg az asszonynak, hogy kitolhatja a gyerekét, vagy nem. Bocsánat, tehát hogy nem az a szerepe. Vagy, ami engem hogy megszokott lepni szülőszobán, régen megszületett a gyerek, mit csináltunk? Oda felemelték, és azt mondták, hogy köszönöm Uram, hogy megsegítettél az utamon, és tudtam ennek a gyereknek életet adni. Most mi történik? Köszönöm, doktor úr, mennyire tartozom. Nem az orvos adta neki az életet annak a gyereknek. Semmi kötet, hogy ő egy segítő foglalkozás, segítő szerepet töltötte. És tulajdonképpen az történt, hogy 50 évvel ezelőtt bekerült a születés a kórházi közegbe, és most van a halál is. Tehát, hogy az asszonyi minta, az asszonyi erő, az kopik kifele, mert hogy félünk tőle. De ezt elolvasom, mert hoztam ezt azért mégiscsak felolvasom nekem. Martin Wagnernek van egy nagyon erős beszéde, és le is van jegyezve, ha valakit érdekel, ő a WHO-nak a szülészeti ellátásáért megboldogult igazgatója. És itt kirakadtam egy részt
az ő egyik beszédéből, és ez a konferencián, ez a beszéd után nagyon sok férfi távozott a teremből. Azt azért elárulom, hogy én férfi párti vagyok. De ezt azért elmondom, hogy az ő szavai, hogy utána majd, jó? Hát azért láttam egy asszonyt, aki haladt előre a vajudás folyamatában. Vagy eljutott abba a stádiumba, amit mi kitolásnak nevezünk. És ez a nő egyszerre áll el a benne rejlő előre. Azt mondta, lépjetek hátra, most megszülöm ezt a gyermeket. Ettől halálra érintem. Még soha életemben nem láttam olyan nőt, akiben előtört volna ez az erő. Ez az erő halálra érinti a férfiakat. Abban a pillanatban felismertem, hogy mindaz, amit a szülés alatti gondozásról tanultam, arról szól, hogy miként hajtsam az uralmam alá a nőt oly módon, hogy ne találjon rá magában erre az erőre. Mi férfiak nem akarunk találkozni ezzel az erővel. Nem akarjuk látni, bármit megteszünk, hogy ne találkozzunk vele. És én azt mondanám, hogy ezt az erőt, ha párosítanánk a férfi teremtő erejével, hogy nem volnának szét a családok. Mert akkor mindenki megérthetné azt az ősi tudást, azt az ősi energetikát, amiért ide jött. Mert hogy egy férfiben megvannak a női szerepek, a női energiák, ugyanúgy, ahogy a nőben megvannak a férfi energiák. És megvan mind a kettőben a tudás. A yin-yang jelenleg tökéletes, a Tao tökéletes, a kereszténység tökéletes. Csak egy picit előbbre mennék, hogy valamilyen szinten gyakran érzem azt, hogy a hitrendszerek mögött elfelejtjük, vagy a vallási rendszerek mögött elfelejtjük a hitet. És elfelejtjük azt a kapcsolódást, ami szükségeltetik ahhoz, hogy megélhessünk folyamatokat. Nőként nagyon fontos a megélés. Picit, hogyha analógiában beszélek, akkor a nő a hold energia, a férfi pedig a nap energia, a nap dinamika. A holdnak a naptól van fénye. A nap az a teremtő, az a kijáradó, az az, ami biztosítja a melegével a lehetőségét az életnek. A nő pedig ezt visszatükrözi. Nem véletlenül a nők tulajdonképpen a házi tűznek az őrzői. Mert hogyha egy férfi a stresszet, a nyomort, a tühét, a kínját viszi be a kapcsolatba, nem csoda, hogy azt kapja vissza. Tehát, hogy ez a tükör effektus férfi-nő viszonylatában nagyon-nagyon intenzív és nagyon-nagyon erős. Mi történik ugye itt a női vonalakat visszaveszünk? Ugye a menstruáció az tulajdonképpen egy vérmisztérium. Szedjünk rá a Roflexet, használjunk illatosított betéteket, nehogy az Istené valaki észrevegye azt, hogy menstruálunk. Régen az asszonyok elgondolt. Mert tudták, hogy a menstruáció az a düh, a méreganyag, a felgyülemlett nehézség kiengedésének a pillanata, és a feltöltődésnek a pillanata. És kihasználták a saját energiájukat arra, hogy hónapról hónapra megújuljanak. Most mire használják ezt az energiát? Miomákat gyártunk, cisztákat gyártunk, mindenféle női betegségeket gyártunk, mert hogy a mélyben beragadnak a fájdalmaink, amit nem engedünk el. És a pszichoszomatika ezt gyönyörűen visszatükrözi. Lassan nem lesz olyan nő, aki nem volt valami nőgyógyászati műtéttel, meg kezeléssel visszavetve a saját életet, és csak meg kéne tisztulni. El kéne engedni. Na de hogyan engedjünk el, amikor az egész társadalom arról szól, hogy neked ez jár. Tartsd meg, kapaszkodj belé. Nem tudjuk elengedni. Nem tudjuk a saját életünket se élni, mert annyira félünk a haláltól, hogy nem merünk élni. Nem? Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes. A következő lincs, hogy a fogalmás. Egy mexikói bábától tanultam, azt mondta, hogy minden hely jó az étcsokoládé, úgyhogy recept nélkül fel lehet írni mindenkinek, mert hogy az étcsokoládé az tökéletes. Azt mondta, hogy hideg méhbe nem lehet fogalni. Mert hogy a méhnek, ugye az, hogy ő megfogadjon, oda erő kell, energia kell, szenvedély kell, meleg kell és külső robbanás kell. Elmegy valaki az orvoshoz fogadási problémákra, mit mond neki? Havonta egyszer 6 óra 5 perckor essenek egymásra, mert akkor lesz magának petelérése. Baba projekt van,
ugye kérem, tehát már elfelejtettük azt, hogy gyermek áldás van. Tehát, hogy miért nem lehetne azt, hogy ha nekem majd úgy dönt valaki, valahol, valamilyen formán, akkor megkapom azt a gyereket, amire várom, ha meg nem, akkor kivárom. Tehát, hogy miért nem lehet ezt az irányítást, ezt a kontrollt egy picit kiengedni egy olyan irányba, ahol esetleg nekem is lehet valami jó benne. Tehát miért nem lehet ezt így csak úgy hagyni, hogy megtörténjenek a dolgok? Mert a nőnek a hullámzás az a látsága lenne. De már nincs. Tehát a nő a víz. Láttunk már olyan folyót, aki ott hisztizik a szikla előtt, mert nem tudja átvágni. Nem. Szépen csöndben van, és addig súrolja, addig megy, amíg előbb-utóbb átmegy. Nem? Nem csinál belőle problémát. Úgy, ahogy... Tehát, hogy... Valahogy ezt azt érzem én így a saját életem kapcsán, hogy mindaddig, amíg fejjel futok a falnak, addig csak bevelem a fejem. De hogyha szépen átmegyek rajta, akkor az úgy működik. Sokan kérdezték, hogy nem kezdtem dulla lenni, akkor bementem az osztályvezető főorvoshoz, és mondtam, hogy hát én szeretnék itt szüléseket kísérni. És így rám nézett, és azt mondta, hogy csak a testemen keresztül. 7 éve dolgozom ott, egyszer sem kellett átmennem a testét. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy más gondolnám. Tehát, hogy oda mentem, és mondtam neki, hogy de én nem csak semmi rosszat. Én csak itt vagyok, és az asszony lelkét támogatom. Jó, maga ezt akarja? Hát akkor jöjjön. És akkor, mert azt már úgy sem szereti senki, az úgyis olyan. Nem, az nem jó. Mert az unalmas, meg az olyan. És azt láttam, hogy a nők, amikor bekerülnek a vajudás spiráljába, akkor hihetetlenül rátalálnak erre az erőre, és olyan szinten tudnak ebben megerősödni, ami az egész anyasságukat megalapozza. Megalapozza a gyermekükhöz való kötődésüket, a családjukhoz való kötődésüket, az egész rendszer. Itt egy picit visszacsatolnék hozzád azzal, hogy igen, elváltozom, hogy vagyok 2 gyermeke, viszont a volt férjem az a gyerekeimmel nagyon sok időt tölt. Pontosan azért szükségük van rá. Tehát az, hogy mi nem tudunk együtt élni, az nem jelenti azt, hogy ő nem marad a gyerekeimnek az apja. És ezt a gyerekeim nagyon szépen tudják kezelni, nyilván jól érzi magukat más férfival is, de az apa az csak egy van, és ezt a kisfiam fogalmazta meg pár évvel ezelőtt, hogy akármi is történik velünk, van egy anyukánk, és van egy apukánk, és kész. Tehát, hogy ez ilyen. Még egy gondolat, itt hadd fizetjük hozzá egy szülés kapcsán, meg a fogalás kapcsán, ilyen nagyon rémisztő statisztikákat is hoztam egy párat, mégpedig az, hogy ma a gyermekeknek a fogalása minden 8. mesterséges úton történik. Pontosan a női erőnek a hiánya. A szülések aránya lassan elérjük Magyarországon az 50%-os sebtemetszési arányt. Ezek én számomra ezek nagyon riasztó statisztikák. Mert hogy én elfogadom, hogy nagyon sok embernek ez nehéz kiengedni a testéből a gyereket. Viszont a másik oldalról azt is tudni kell, hogy a WHO adatai szerint a 15%-nál magasabb a sebtemetszési arány. Az mind az anya, mind a gyermek életére. Az nagyon katasztrofális és kockázatos dolgokat rejt magával. Tehát én egy picit azt éreztem, hogy szükségünk van ki nekünk arra, hogy a nőket erősítsük. És hogyan látom én a nőidentitásnak a felemelkedését, nyilván a férfi mellett párhuzamosan, azzal, hogy egy picit hátrányunk az őseinkhez, és az ő rituális tudásukat, a tradicionális bölcsességüket ötvözzük a fiatal lányaink, az óvodás lányainknak a spontaneitásával. Mert az óvodás kislányok még kislányok. Ők fölveszik a szoknyát, ők úgy érzik magukat, hogy ők a lányok. Nekik ez nem jelent problémát. És valahol kamaszkorban megcsúszunk, és így elkezdünk. A tanárunknak a diáján volt az, amikor már annyira elmaszkoljuk magunkat, hogy nem is látszik, hogy ki van mélyen belül. És valahogy ezt kellene megerősíteni a lányainkba, és ez nekünk anyáknak a felelőssége, hogy te úgy vagy jól, ahogy vagy. Mert te nőnek szerettettél, és nem kell egy férfivá has, vagy egy férfira hasonlítanod, neked
elég jó, ha elég jó nő vagy, és tökéletesnek sem kell lenni. És én nagyon szeretném, hogyha én olyat látnék majd a gyermekeink és a felnövekvő generációban, hogy erős férfiak és még erősebb nők vannak egymás mellett karöltve egy új generációért, akik stabilak, akik boldogok, és akiknek tök mindent, hogy most kutatások vagy haddiplomás mérnökember vagyok, de megélik és jól érzik magukat abban a bőrben, amit itt kaptunk a Földön. Nagyon szépen köszönöm.